Figyelem! Orbán Gabi egy profi edzetsportoló. Ne próbáljátok leutánozni otthon vagy bárhol, amit a csatornáján láttok. OG fam, sziasztok! Újabb nap és újabb videó, egy újabb péntekhez értünk, és hogyha péntek, akkor parapéntek, méghozzá 2022-ös év első parapéntekje. Gyerekek, itt van az Instagramom, továbbra is oda küldhetitek a ti esetek, én reagálok videóhoz a ti eséseitek. Fontos, hogy jó minőségben legyen, és lehetőleg linket küldjetek, megkérek, hogy tudjam leszedni. Szeretném 2022-ben is folytatni a ti esetek, én reagálok videónak a folytatását, vagy folyamatosságát. Ehhez viszont esésekre lesz szükségem, elküldheted a te eséseidet bringával, gördeszkával, görkorcsolyával, snowboarddal, motorral, bármivel küldheted az esést, még egyszer mondom, hogy linket küldjél lehetőleg www.vitransfer.com a legegyszerűbb azért, hogy én is tudjam leszedni jó minőségbe, és tudjam ugye megeditálni, összerakni. A gyerekek, azt kell tudni, hogy mostanában van egy kis csúszás a videóimba, illetve olyan dolgok is történnek, hogy nem sorrendben osztom meg a videókat, mert minden videó még mindig sárga jelzést kap, azaz not suitable for all kind of ads, tehát hogy nem tesz rá a YouTube reklámot. Ezzel csak az a gond, hogy azt a kicsi bevételt is elveszi tőlem, ami volt, és elmondom nektek, hogy nagyon-nagyon kevés pénzt adott már az utóbbi időben is. Ami érdekes, hogy ezek a parapéntekek az átnézés után is általában maradnak sajnos sárgának, és azt mondják, vagy arra hivatkozik a YouTube, hogy ilyen dangerous act-ek vannak benne, tehát veszélyes tevékenység, és nem professzionális emberek által van egy felügyelt környezetbe elvégezve, de hát én nem tudom, hogy ennél professzionálisabb környezetben, mint ezeken az épített ugratókon, hogy lehet egy extrém bringázást elvégezni, vagy hogy lehet ezt másképp kivitelezni. Én csak azt nem értem, hogy akkor az ilyen csatornákkal most mi lett, mint a Failure Army, vagy az ilyen, ahol tényleg csak esések, durva esésekről volt szó, kiestek az erkélyről, elüti őket az autó, na azokkal a videókkal akkor mi van most, teljesen demonetizálják azokat a csatornákat, tehát abszolút nem lesz bevételi jogosultsága ezeknek a csatornáknak. Gyerekek, nagyon-nagyon soft kezd lenni a YouTube, illetve azt is, most nem ide tartozik, de elmondom, azt is észrevettem a YouTube stúdiómba, hogy visszamenőleg 2-3 évre legalább 60 plusz videómat besárgított a YouTube, köztük olyanokat, például amikor bemutattam az elektromos bringát, a mocit, vagy mikor éppen titeket tanítottalak arra, hogy hogyan kell egykerekezni, és ami még érdekesebb, hogy ott viszont feedbacket, tehát visszajelzést sem kaptam, hogy mi a baj ezzel a videóval. Felhívtam az embereknek a figyelmét, hogy tettek sisakot, és úgy egykerekezzettek, illetve próbálok tanítani embereket egykerekezni, hogy ne menjenek tönkre, ne halljanak meg. Vagy az elektromos bringával mi a baj, hogy ott is bevédőzve normálisan, jó, hát megmutattam, hogy a bringa tud menni 60-at, és akkor most mi van? Tehát ezt nem értem, hogy olyan videók kapnak nagy nézettséget, amiben sokkal durvább dolgok vannak, azokat viszont valahogy nem veszi észre a YouTube, bár azt is feltételezem, hogy azokat a videóimat jelentették, vagy tudja a tököm. Na de mindegy, gyerekek, jött egy pár esés, bár még nem tudtam összeszedni annyi esést, hogy egy teljes részt összehozzak már idén, viszont küldözgetitek nekem azért az eséseket, nagyon szépen köszönöm. Így a szokásomhoz szíven elhoztam egy ilyen compilation-t, amiben lesznek esések is, viszont lesznek paradolgok is, lesznek komoly trükkök is, tehát a szokásos parapéntek
fejezetet hoztam el nektek. Még egyszer felhívnám a figyelmét mindenkinek, hogy fontos a sisak, tehetek sisakot, mert az életeteket mentheti meg. Ne legyetek felelőtlenek, mert a saját életetekkel játszottuk. Én meg most tovább nem pofázok, nézzük meg, hogy erre a hétre mit hoztam. Roll the clip! A szreppelgetés az még mindig megy. Oh, yeah. Na, egy ilyen pályán azért mennék. Picit visszaveszek a hangba. Ó, nem biztos lemárnék szökni. És csutka fékkel jött végig. Superman seat grab, yeah. Profi versenyző volt. Közben ki vagyok száradva, egy kis edzés előtt itt nyomok már a lassan készülök edzésre. Ó, és nem kaptam meg a pedált! Ajjajjajjaj, magyarózuzó! Ilyenkor véletlenül, ha így jártok, mindenféleképpen csontig húzzatok hátsó féket, hogy ne tudjon a kerék tovább forogni, és a tökötököt ne tudja felcsavarni, csak egy jó tanács. Tehát ha érzed, hogy leestél az ülésről, akkor csontig... Oj! Egy nagy csőrös. Csontig csutkáig húzd a féket. Hogy ne pörögjön a kerék tovább. Ez az ilyen mogyorótörőz, mondom. Hú, hát itt van egy kis tempó, nem tudom mennyivel mehet, kíváncsi lennék a kilométer órára, de figyeljtek a lábát. Ez mi 35 mérföld volt, gondolom, már 35 kilométernek ez nem olyan sok. Egy kis street triál. Ó, de kipróbálnék én is egy kis street triál. Oh yeah! Oh yeah! Ahogy mondanák, az igen! Hoppá! Hoppá! Nem tudom, mi volt a baj. Alul forogta? Nem tudom, talán alul forogta. Szegény. Ojjajajajaj! És ez egy rövid érkezés. Gondolom, hogy nyakból el is törött a váza. A várza, ahogy mondanák nálunk a rupik. És egy tőfékkel kell itt is menni. Oj, elrontotta a súlypont helyezését. És hát a BMX-eseken már megszokhattuk. Hírmi sapka, agylocsanás. Idióta bagás. És ők az a legdurább, ők mennek tényleg a legtöbbet betonon meg aszfalton. De hát, hogyha valakinek, akkor nekik még hamarabb kilocsanna az agya. Igen, ezt a G-turnet, ez már egy pár videóban volt benne, de ez komoly. És még egy ilyen crossbringás, cross BMX-es. Ó, és nézzétek meg azt a droppot. Azt a... Szinte vízszintesen ment lefele. Vízszintesen, függőlegesen, félrebeszélek. Igen, ez is benne volt még egy videóban. Hát, nem sokás jelen elnézni az utat. És az hogy ment hátrafel az a bringa, nem kellett hajtani, az az érdekes volt. És ez is volt már benne a videóban, lehet, hogy egy ilyen valami évi összeállítást szedtem, nem tudom, de nem így írja.
Minden esetre tavaly év végén lett összeállítva ez a videó, úgyhogy elképzelhető, hogy a ők is egy ilyen évi legjobbakat összeszedték, vagy legdurvább eséseket, meg mindent. Ez meg mi a tökömöt akar? Ó, remélem, hogy a seggével nem ment fel az ülés. Ez Matt Jones volt. És hát itt a séró, az afrosíró, az biztos, hogy megvédi a hülye fejed majd, ha kilocsan az agyad. Tényleg nem értem meg. Írjátok már meg nekem, gyerekek, ha valaki tudja, de ne ilyen bölcségből, hogy a profi bemcsesek nem használnak. Miért nem használnak sok? Mi az oka ennek? Na, hát itt biztos lesz 8-as az első kerékben. Neked a kontyod az biztos, hogy meg fog védeni, tesó. És hát még egy BMX-es, aki profi, nagyon profinak hiszi magát, de egy idióta, egy full idióta, egy jó idióta, amióta nem használ sisakot. Ez talán Chris Kyle, ha jól emlékszem, mindenféleképpen Red Bull atléta. És megint egy ilyen kontyos hülye gyerek. Nagyon lazák vagytok. Itt viszont egy új generációs sportoló, aki azt hiszem az a BMX Kaden, ha jól tudom, van csatornája is. Amerikában lakik, a kisgyerek hihetetlen milyen szinten nyomja. Tehát neki már van sisakja és full face-be is nyomja, de hát azért mindent elárul, hogy egy ilyen kis 7-8 éves gyereknek van annyi esze, a másiknak meg 30-40 évesen nincs. Ezt gondolom San Francisco, legalábbis ott szoktak ilyen dombocskák lenni. Ezt azért adnám én is. Wow. Ja, és az ülés az a nadrágjával még beleáll. King Kongig, nyomjátok meg! Bum! Bum! Az a baj, hogy videón ezek nem annyira adják vissza, hogy teljesen mi a dörgés, hogy az a hegygerinc az mennyire széles. És még egy hülye gyerek gomba frizurával. Tényleg nem fogom elismerni soha az életben ezeket az embereket. Egyszerűen nem fogják fel, mivel játszanak. És a legszomorúbb az, hogyha tényleg megsérül, akár lebénul, vagy valami, akkor nem csak a saját életét basztál, hanem az egész családjának, barátnőjének. Aztán vihetik, hogy törőjék ki a seggét a WC-re. Na mindegy. Oh yeah. Na itt. Itt a pasztaka. Megúszta? Hát ez nem sokon múlt. És menti, megmentette, ez igen. De végén csak elesett biztos. Na egy hülye gyerek, ez is a megfelelő bringával csinálja ezt. Jaj, nagy az Isten állatkártya, gyerekek. Nagy az Isten állatkártya még mindig. Full fék, tő fék, igen. Megúszta, eddig megúszta. És
csúszkál. Ez ilyenkor tőfékben van, tuti. Hát az nagy feeling lehet tud lemenni, de nem biztos, hogy vállalnám. Hú, megúszta. És ennyi lett volna, gyerekek! Ennyi lett volna már ez a parapéntek, ha tetszett a dolgot, nyomj egy nagy lájkot, iratkozz fel a csatornámra, kapcsolj kis csengőt, kis harangot, hogy nem adj le semmiféle feltöltésről. Még egyszer mondom, hogy itt van az Instagramom, mindenféleképpen ott is fel a follow-ra, ugyanis oda teszek fel olyan sztorikat, olyan történeteket, olyan fényképeket, amiket máshol nem, illetve ott fogok szólni, hogy mikor leszek meg YouTube-on live-ba, illetve mikor leszek chat alternatívon, illetve ide az Instagramomra küldhetitek még mindig a ti esetek érjagák videóhoz a ti eséseiteket. Gyerekek, ennyi lett volna már ez a parapéntek, mai napi komment az ment ide. Én Orbán Gabi voltam.